Közel 100 esztendeje annak, hogy a lázasan fejlődő Budapesten az európai metropoliszok példájára megnyitották az első reprezentatív sugárutat a mai népköztársaság útjának elődjét. Akkoriban már a lóvasúton kívül villamos is közlekedett Pesten. A fővárosi közmunkák tanácsa az új sugárúton mégsem engedélyezte egyik járművet sem, mert nem akarta az utcaképét sínekkel elrontani. Balázs Mórtól származott a föld alatti vasút ötlete, melyet végül is elfogadtak és az engedélyokiratot kiadták az időközben megalakult Budapesti Közúti Villamos Vasút részvénytársaságnak. A századforduló technikai csúcsát jelentő vasút építését 1894. augusztus 13-án kezdték meg. Néhány betonkeverőgép mellett 1000-1200 ember vett részt a munkában. Sietni kellett, mert kikötötték, hogy a vasútnak a millenniumi kiállításra készen kell lenni. A föld alattit az útburkolat alatt úgynevezett kéregvasútként építették, figyelembe véve Budapest már meglévő csatornahálózatát. A főgyűjtő csatornák áthelyezése jelentős többletköltséget és az építés elhúzódását jelentette volna, ezért a vasutat a csatorna fölé helyezték. Így lett az alagút belmagassága 2 méter 85 cm. Az alagutat betonból készült oldalfalakon és szegecselt vasoszlopokon nyugvó hengerelt vasgerendákkal fették, amelyek között betonlemez burkolatot alkalmaztak. A talajvíz behatolását aszfalt szigeteléssel akadályozták meg. Különös gondot fordítottak a vasút zajcsökkentésére. A keresztaljas felépítmény alátétlemezek közvetítésével lekötött aszimmetrikus vinyolsínekből állt. A síngerinc nem a sínfej tengelyében helyezkedett el, így lehetővé vált a sínvégek lapolt illesztése. Ez a megoldás ütközésmentes, tehát zajtalanabb átmenetet biztosított. A föld alatti megállóhelyek födémszerkezetét szegecselt vasoszlopokra helyezték. A megállók fölé a felszínen díszes lejárókat építettek a kor ízlésének megfelelő szecesszió stílusban. Ezeket a lejárókat az első világháború után bontották le. A millennium évében 1896. április 7-én avatták fel Budapesten a kontinens első föld alatti vasútját, mely hosszú ideig az európai nagyvárosok föld alatti építkezéseinek példaképe volt. Külföldi közlekedési szakemberek tanulmányozták az akkor élen járó megoldásokat. A föld alatti vasút kizárólag motorkocsikkal közlekedett, melyekből vaslemezburkolatú és faburkolatú kocsik is készültek. Mivel az alagutak alacsonyak voltak, a kocsikat görbített hoztartókkal építették. A kocsikba forgóvázanként egy-egy 350 volt kapocsfeszültségű 20 lóerős motort helyeztek. Az első 10 kocsi hajtását úgy oldották meg, hogy a motor és a szélső kerékpár tengelyére lánckereket ékeltek, amelyet gallánccal kötöttek össze. A következő 10 kocsinál érdekesebb megoldást választottak. A forgórész tekercseit a kerékpár tengelyére helyezték. A forgalmat lebonyolító 19 kocsi befogadására és javítására kocsiszín épült az akkori arénaúton. Az alacsony építésű kocsikban 14 állóhely és 28 ülőhely állt az utasok rendelkezésére. A budapesti föld alatti vasút építésénél a biztonságos közlekedésre is nagy gondot fordítottak. Kettős fékrendszert alkalmaztak a kocsikon, a járműveket villamos ellenállásfékkel, a futókerekeket pedig kézifékkel látták el. A föld alatti biztosító berendezése korának legkorszerűbb vasúti jelzőrendszere volt. Az automatikus fényjelzőkkel működő biztosító berendezés megakadályozta, hogy két állomás között egyszerre egynél több jármű tartózkodhasson, kizárva az összeütközés lehetőségét. A jelzőberendezést a motorkocsi áramszedője működtette, úgy, hogy a megállóhelyre érkezés előtt egy jelfogót kapcsolt, aminek révén az előző állomáson a fényjelző szabadra váltott.
Tovább indulás után a kocsi a két megálló közötti szakaszt fényjelzővel biztosította. A fényjelző berendezés üzemzavarainak gyors elhárítása érdekében az állomásokat távbeszélő készülékkel szerelték fel. A jól működő biztosító berendezés lehetővé tette, hogy az egyidőben üzemeltetett 14 kocsi két perces időközökben kövesse egymást 20-25 km-es óránkénti sebességgel. A két végállomás között a menetidő 17 perc volt. A felső vezetékes földalatti vasút energiaellátásához áramátalakító telepet létesítettek, mely korszerűsített formában napjainkban is üzemel. A második világháború pusztítása a földalattit sem kímélte. A dolgozók áldozatkész munkája nyomán 1946-ban ismét megindult a forgalom az újjáépített földalattin. ...1960-61-ben a forgalom növekedése miatt a fővárosi villamosvasút új vezérlő pótkocsikat építetett. Ez azonban csak átmeneti segítség volt, mivel a rohamosan fejlődő főváros közlekedésének megoldását csak egy átfogó gyorsvasúti hálózat kiépítése jelentette. Az elfogadott tervek között szerepelt a millenniumi föld alatti korszerűsítése és meghosszabbítása is. Szükség is volt erre, mert a Zuglói és a Kacsó-Pongrác úti lakótelep felépítése után nyilvánvalóvá lett, hogy a millenniumi föld alatti csak teljes rekonstrukció után töltheti be szerepét Budapest közlekedésében. A tervek szerint a régihez kapcsolódó új vonal a Városligeti tó alatt halad és a Széchenyi fürdőt érintve a Május elseje út és a Kacsó-Pongrác úti felüljáró alatt húzódva a Mexikói útig épül ki. Érdekes feladat volt a Városligeti tó alatti alagút építése. A munkát sok helyen megnehezítette a homokos talaj, ezért szátfalakkal kellett a munkaterületet biztosítani. A Széchenyi fürdőnél új megálló építésére került sor. Ezen a szakaszon gondos szigetelő munkára volt szükség a magas talajvízszint miatt. Nehezítette az építkezést, hogy a fürdő melegvíz forrásainak egy része ezen a területen található. A Széchenyi fürdő és a Kacsó-Pongrác úti felüljáró közötti szakaszon talajvízszint süllyesztést végeztek. Ennek során a talajba helyezett csőrendszeren keresztül nagy kapacitású szivattyúkkal szívták el a talajvizet mindaddig, amíg a kívánt talajvízszintet el nem érték. A Kacsó-Pongrác úti felüljáró építésével egyidejűleg készült el az alatta húzódó alagút. Az új vonalat a vasúti töltés alatt bújtatták át, és így érkeztek el a Mexikói úti végállomásig. Ez volt a rekonstrukció legnagyobb szabású építkezése, mivel a végállomáshoz csatlakozva épültek a visszafordító és tároló alagutak. A rekonstrukció során a régi kis befogadó képességű Dózsa-György úti járműtelep megszüntetését is terpe vették, mivel a kocsikat csak nagyforgalmú útszakaszon keresztül lehetett kivontatni. Az új járműtelep a Mexikói úti végállomás mellett épült. A telepet úgy tervezték, hogy a járművek közvetlenül az alagútból juthassanak a csarnokba. A fedett tárolókon kívül aknákkal ellátott javító csarnokokat is építettek. Az új vonalszakasz építésével egy időben a régi vonal is felújításra került. Mivel az új motorkocsikat nagyobb sebességre tervezték, ezért az évek miatt legjobban igénybe vett részen, a Vörösmarty tér és a Bajcsy-Zsilinszky út szakaszon
48,5 kg-os sinekkel korszerű, ragasztott, félmerev, vezetősínes felépítmény készült. A rekonstrukcióval egy időben az állomásokat is felújították, és a Vörösmarty téren reprezentatív végállomás épült. Lecserélték a több évtizede működő jelző és biztosító berendezést és a mennyezeten lévő áramvezető sineket. Betoncsatornát készítettek az új jelző és biztosító berendezés kábeleinek lefektetéséhez. A korszerű jelző és biztosító berendezést Integra licenc alapján a telefongyár készítette. A térközbiztosításhoz 100 kHz-es sináramköröket alkalmaztak, így a síneket nem kellett szigetelni. A jelfogókat a Vörösmarty téri és a Mexikói úti végállomások jelfogó termeiben helyezték el. Innen folyamatosan ellenőrizhetők a beépített TM jelfogós berendezések és a szükségáramforrások. A megnövekedett motorteljesítmények miatt a vonal energiaellátását is biztosítani kellett. Ezt egyrészt a meglévő táplálási szakaszok megerősítésével, másrészt a mexikói úton új távvezérelt alállomás építésével oldották meg. A rekonstrukció során a 75 éves kocsiparkot is kicserélték. Az alacsony alagutak miatt különleges forgóvázas kocsikat kellett készíteni. A régi 42 fő befogadó képességű motorkocsik helyett 198 utas szállítására alkalmas háromrészes csuklós motorkocsik készültek a Ganzmávokban. Az elektromos berendezéseket a Ganz villamossági művek szállította. Az új szerelvények próbafutása 1973 végén kezdődött meg. Ekkor került sor a biztosító berendezés üzemszerű kipróbálására is. Új diszpécser központ is épült a Mexikói úton. Az Integra Domino rendszerű vezérlőasztalon a járművek mozgása ellenőrizhető, és az automatikus üzem mellett kézi vezérlésre is lehetőség nyílik. A forgalombiztonságot szolgálja az automatikus vonat megállító berendezés, amely tilos jelző meghaladása esetén megállítja a vonatot. Az új járműtelep 22 szerelvény befogadására alkalmas, és a tároláson kívül itt végzik a szerelvények ellenőrzését és javítását is. A műhelycsarnokba 12 oszlopos tornyos kocsi emelőt építettek be, melyel egyszerre emelhető fel a három részes motorkocsi. Így a forgóváz cserék a szerelvény megbontása nélkül elvégezhető. A szalagszerű javításra berendezett fűtött kocsiszínben ideális munkakörülmények között dolgozhatnak a szerelők. Az újjáépített milleniumi földalatti vasutat 1973. december 29-én Szépvölgyi Zoltán, a Fővárosi Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke adta át a forgalomnak. A rekonstrukció a több évtizede üzemelő földalatti vasút kapacitását és műszaki színvonalát jelentősen megnövelte, és ezzel Európa első kéregvasútja, az egységes budapesti gyorsvasút hálózat szerves része lett.